Emlékeztek, a Vármegyei Központi Megemlékezésen Kisvárdán ünnepi műsorral és koszorúzással tisztelegtek 56 hősei előtt. Fűtés szezon. Hazánkban is megfigyelhető a tendencia, hogy egyre többen kezdenek inverteres klímával fűteni. Mária Pocson, a hatszoros Európa-bajnok, Kis Norbert mutatta meg, milyen érzés kamionnal száguldani. Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből is sokan áldozták életüket 1956-ban a magyar szabadság ügyéért, mondta Sesták Oszkár, a Vármegyei Közgyűlés elnöke Kisvárdán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Összesen 52-en haltak meg a fővárosi harcokban és a forradalmat követő megtorlások során hozott ítéleteket követően. A Vármegyei Központi Megemlékezésen Kisvárdán ünnepi műsorral és koszorúzással tisztelegtek 56 hősei előtt. A Várdai Kata Református Általános Iskola gimnázium és kollégium diákjai zenés, verses előadással idézték fel az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit a Kisvárdai Várszínházban. Leleszi Tibor Kisvárda polgármestere ünnepi beszédében úgy fogalmazott, 56 a fiatalok forradalma volt. Senkinek nincs nagyobb szeretete annál, aki életét adja barátaiért. Olvasok a Szentírásba. Ős igazság, ők adták az életüket a hazáért. 56-ot sokféleképpen lehet értelmezni, kedves fiatalok, úgyis a fiatalok forradalma volt. Ők kezdték el, ők voltak, akik legtovább kitartottak. És jellemző, hogy a harcok, a megtorlásokban minden negyedik az 21 éven aluli volt. 56-ot nevezik a nemzet forradalmának is. Méltán nevezhetjük így, magyar történelemben kevés ilyen esemény van, minden rétege képviselte magát a társadalomból. Tanárok, diákok, kétkezi munkások, egyszerű emberek, professzorok. Mi volt bennük a közös? Hisz mindennapi életük, vágyaik teljesen másról szóltak. Hogyan? Mégis hogyan tartok össze? Azt mondták, elég volt. Szabadság. Ezt a megszentelt nevet könnyelműen, ingyen, ajkadra neved. Tudd meg, szabad csak az, ki oly áhítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jópa. A budapestiek mellett a Tiszadobról, Kislétáról, Panyoláról és más közeli települések mellett Kisvárdáról származó áldozatokról is megemlékezett Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyei Közgyűlés elnöke. Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyéből 52 áldozatot szedett a forradalom és annak megtorlása. Az elnyomó Kádár rezsim igazságtalan módon 19 áldozatot még a hivatalos listákon sem tüntetett fel. De mi őket sem feledhetjük. Neveik és tetteik örökké megmaradnak történelmünkben, ahogy emlékszünk a Vármegye bátor fiataljaira, fiaira, lányaira is, akik életüket adták a szabadságért. A tárnok testvérek, a nyíregyházi tárnok testvérek tragédiája különösen megindító. Ferenc és Tamás egyik mérnökként, a másik egyetemistaként egymás mellett október 24-én vesztették életüket a Magyar Rádió mostrománál. Nyíregyházán csak október 26-án bontakoztak ki a forradalom eseményei a Malinovszkij szobor ledöntésével, de a Vármegye több település is kivette részét az eseményekből. Sesták Oszkár az eseményen átadta a Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyei Közgyűlés elismeréseit, az ezüst emlékérmeket és az emlékplakettet. A diákok műsorát követően a Várszínházból az 56-os emlékműhöz vonultak az ünneplők, akik fejet hajtottak a szabadságharc hősei tiszteletére emelt szobor előtt. A megemlékezés Rada János sírjának megkoszorúzásával zárult a régi temetőben. A forró nyarak és a viszonylag enyhe telek miatt egyre többen választják a klímás fűtésrendszereket. Az energetikai korszerűsítésre két fő megoldás létezik, a hőszigetelés, mely sokszor igen drága, és az alternatív energiahatékonyabb fűtési megoldások kivitelezése.
Ezek a klímák nem csak a nyári szezon tikkasztó hűségében teljesítenek jó szolgálatot, hanem ilyenkor is, amikor sok esetben még csak estére fűtjük fel jobban a szobát. A szakember elmondása szerint egyre népszerűbb ez a fűtési megoldás. Bekerülési költsége viszonylag alacsony, főleg egy olyan lakásnál, ami egy ilyen régebbi típusú, ahol egy elavult fűtési rendszer van. Ott ugye ezt egy pár százezer forintos történetből meg tudják oldani, és viszont nagyon gazdaságos, ugye itt nagyon jó a hatásfok ezeknek a mostani készülékeknek, ugye ezek már mind inverteres készülékek, egy nagyon jó COP értékkel bírnak, és ezért egyszerű, gyors és viszonylag olcsó ahhoz képest, hogyha egy teljes fűtési rendszert újítanánk fel, és azzal akarnánk ugye megoldani az energia problémánk. Nem csak a teljesítmény fontos, mivel azt is figyelembe kell vennünk, hogy a klíma, amit kiválasztottunk, képes-e mínusz 5, mínusz 10 fokban is hatékonyan üzemelni. Általában ezek a készülékek már, amelyik teljesen téliesített, az teljes értékű fűtésre is lehet használni. 56 négyzetméter, ezt most így nem lehet behatárolni, hogy most ez 3,5 kW. Lakásnak az energetikájától is nagyban függ, hőszigetelés, nyílászárók, nagyon sok minden befolyásolja ezeket. Lakás elrendezése, hogy ez az 56 négyzetméter, egy egybenyitott tér, több helység nyílik belőle. Ugye ez az alapján tudjuk azt meghatározni, hogy hány készülék elegendő, és milyen teljesítményt számolunk rá. Ugye lehet alapesetben, hogyha egy átmeneti időszakban akarunk csak kiegészítésre használni ezt a klímaberendezést, oda egy 3,5 kW-os berendezés is elegendő, de a teljes értékű fűtésre akarjuk használni, akkor már viszont lehet egy 5 kW irányába mennénk el, mert kell az hozzá, meg ugye tudni kell, hogy ezeknek a készülékeknek nagy hidegbe a teljesítménye beesik. Szóval ez a 3,5 kW, ez egy 0 plusz 7 fokos környezeti hőmérsékleten határozzák meg, ahogy elkezd hűlni a kint az idő lefelé, ez a készülék is úgy csökken, úgy veszt a teljesítményéből. Nem mindegy, hogy egy belvárosi társasházba vagy egy városszéli családi házba szeretnénk klímával fűteni. A szakember azt is elmondta, hogy a kedvező működtetéshez tarifás mérőt kell igényelnünk. Ha klímafűtésbe gondolkozunk, hogy mindenféleképpen egy háztarifás mérőt a szolgáltatónktól kérnénk. Ezzel ugye gazdaságosan tudjuk üzemeltetni ezeket a készülékeket. Ez a háztarifa szabályzat, ez úgy működik, mert sokan nincsenek ezzel tisztában, hogy ez ugye október 15 és március 15 között él, ekkor kapunk úgymond egy kedvezményes tarifát, egy ilyen 22 forint 50 fillérért, azt hiszem most úgy vannak itt nálunk legalábbis ezek megszabva, ezek az árok, és ezzel azért viszonylag gazdaságosan tudjuk működtetni. Sokkal jobban, mint hogy sokkal olcsóbban jövünk ki, mint akár egy gázkonvektorral, egy régi elavult gázkazánnal, mert sokkal olcsóbb lesz ezáltal a fűtésünk. De ez mindenféleképpen kell az, hogy háztarifa legyen, nappali tarifáról se gazdaságtalan működtetni ezeket a készülékeket, de azért ez így mindig a legjobb. Fontos azt is szem előtt tartani, hogy a klímás fűtésnek is van karbantartási igénye. A karbantartás elmaradásával csökkenhet a klíma teljesítménye, megnőhet a fogyasztása, zavaróvá válik a készülék hangja, és romlik a lakás levegőjének minősége. Prostitúcióra kényszerítettek egy fiatal lányt. A Szabolcs vármegyei nyomozók emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt őrizetbe vették a három gyanúsítottat. A megfelelő alkalomra várt az a 17 éves lány, aki szökése után azonnal a kisvárdai rendőrkapitányságra ment, és elmondta, hogyan kényszerítették prostitúcióra hónapokon át. Miután a lány elszökött otthonról, áprilisban megismerkedett a gyanúsítottakkal, akik az akkor 16 éves lányt kihasználva, hogy nincs hol laknia, jó kereseti lehetőség reményével rávették arra, hogy lakjon náluk és végezzen ott prostitúciós tevékenységet. Ajaki otthonukban pornográf képeket készítettek a lányról, amelyeket a szexhirdetésekhez használtak fel. A jelentkező ügyfelekkel a lány pénzért szexuális kapcsolatot létesített, de a keresetéből semmit nem kapott. A lány többször kijelentette, hogy nem csinálja, ezért sokszor megverték, megfenyegették. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói a nőt és a két férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat. Mária Pócsa Kárpát-medencei görög katolikusság lelki központja. Sok felől érkeznek ide zarándokok a környező, de nem ritkán más távoli városokból és országokból is. Ilyen például Csíksomjó. Most a testvér kegyhelyek közösségi életét szemléltető utazó kiállítást mutattak be Mária Pócson. Mária Pócsi és Csíksomjó testvérkegyhelyek. A testvérközösség életéből megörökített pillanatokból szerveztek kültéri kiállítást, melynek megnyitóján Kis András, a Hieroteusz Egyesület főtitkára köszöntötte a megjelenteket. A kiállítást a Hieroteusz Egyesület, a Hajdudorogi Metropólia és az Unktisza Turszamos Egyesület hívta életre.
kiállításnak a lényege az, hogy egy kültéri kiállítás, bár most a kiállítás megnyitó beltérben vagyunk, de ez egy kültéren is kiállítható kiállítás, és következőleg Csíksomjón fogjuk bemutatni. A célunk az, hogy minden olyan helyszínen, ahol ott van ez a kiállítás, Mária Pócs és Csíksomjó az ottani közösséghez, mint turisztikai helyszín, mint zarándok turizmus kiemelt helyszíne, de mint kegyhely jelenjen meg, mint a magyar örökség fontos helye, és minél több helyre vigyük el Mária Pócs és Csíksomjó közös üzenetét. A közös üzenet az az, hogy együtt megyünk a szűzanyához. Mi magyarok egy olyan ország, egy olyan nemzet fiai, amelyet az első királyunk Szent István felajánlott az Isten szülőhöz, egy különös kapcsolattal rendelkezünk a szűzanyával, és ez a kapcsolat itt Mária Pócson és itt Csíksomjón egyaránt megjelenik, és ez egy, ennek egy lenyomata, ez a kiállítás. A két kegyhely közötti testvérkapcsolatról szóló szerződést 2022-ben írták alá, és azóta is töretlenül virágzik az együttműködés, mind a kegyhely turizmus, mind a hitélet szempontjából. Egyrészt ez nem csak az örökségünk, hanem mi úgy gondoljuk, hogy a jövőnk is. Ezek a kegyhelyek, ezek a templomok, az itt lévő lelkiség. Azért fontos, hogy ez a kiállítás nem csak a kegyhelyek történetét, hanem a lelkiségét, az zarándok életet és a mindennapokat is bemutatják. Mi úgy tekintünk ezekre a kegyhelyekre, a Kárpát-medence kegyhelyre, hogy ezek a magyarság lelki erőművei. Azért vannak fizikai erőműveink szerte az országban, hogy energiát biztosítsanak a mindennapokhoz, fűtés, áram és így tovább. Mi ezeket lelki erőműveknek tartjuk, hiszen amikor a távolabbira, az örökkévalóra nézünk, amikor erőt gyűjtünk, amikor biztonságos stabilitást keresünk, akkor nyilvánvalóan ezek a helyek azok, amik segíteni tudnak. Így volt ez az elmúlt évszázadokban is, a magyarság történetében kiemelkedő helyet foglal, akár Csíksomjó, akár Mária Pócs, vagy a többi nemzeti kegyhelyünk, hiszen ezek nem csak a közelmúltban váltak nemzeti kegyhelyi, hanem mindig is a magyarság szíve közepében voltak. A magyarság bármilyen tragédia, bármilyen nehéz helyzet is érte, mindig ide tudott fordulni segítségért. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye turizmusában a vármegyei közgyűlés nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a vallási turisztikai térkép az egész vármegyét átszelje és lefedje, és ennek központja Mária Pócs, mondta el Baracsi Endre, a közgyűlés alelnöke. Mária Pócs akkora fejlődésen ment keresztül az utóbbi időben, hogy most már valóban turisztikai célpontként is lehet, és kell is rá tekinteni, és innen megvannak azok az útvonalak, amelyek akár messzebbre, akár közelebbre nyúlnak, de mind-mind kapcsolatot teremtenek. Akár Nyíregyháza Mária Pócs között, akár Csíksomjó Mária Pócs között, ezek mind-mind olyan zarándokokhoz köthető, vallási és turisztikai céllal bejárható kapcsolatok és útvonalak, amelyek nem csak fizikai értelemben, hanem lelki értelemben is létrehoznak kötődéseket és kapcsolatokat, és úgy gondolom, hogy ez a mai nap, ez a kiállítás megnyitó, ez pontosan ezt szeretné kiemelni, és ezt szeretné megerősíteni, és ebből szeretnénk kiaknázni majd vallásturisztikai szempontból is a lehető legtöbbet, de még egyszer kihangsúlyoznám, itt valóban a valódi lelki és fizikai kapcsolatokra építve. A kiállítás szövegei az ömében életképek mellett ismeretterjesztő szerepet töltenek be, érdekességeket tárnak a látogató elé. Hétfő délután Örökösföldön a Törzs utcán egy műszaki hibás személygépkocsi vontatott egy másik személygépkocsit. A kifeszített műanyag kötélnek nekihajtott egy rolleres. Az ütközés következtében a kötél elszakadt, a rolleres több méter csúszott, súlyos sérülésekkel szállították a mentők a kórházba ellátás után. A rolleres szerencsére bukó sisakot viselt, ennek köszönheti, hogy a koponyája nem sérült meg. Egy hét története elevenedik meg a színpadon a Kosztolányi Dezső Pacsirta című regényéből készült színpadi adaptációnak köszönhetően. A Móricz Zsigmond Színház társulata decemberben mutatja be azt a szívfájdító és tragikus történetet, amely a rendező szerint 2024-ben is aktuális. Szikszai Rémusz már nem először dolgozik a Nyíregyházi Színtársulattal. Éppen 100 évvel ezelőtt, 1924-ben jelent meg Kosztolányi Dezső regénye könyvalakban. Korábban ugyanis a Nyugat közölte le folytatásokban. Pacsirta a csúnya lány századfordulón játszódó szívbemarkoló történetét a Móricz Zsigmond Színház vendégei is láthatják ebben az évadban. A regényből Bíró Bence írt színpadi adaptációt, hétfőn elkezdődtek a darab olvasó próbái. Aki ismeri Kosztolányi Pacsirtáját, az tudja, hogy a pacsirta az elején elutazik, és a végén vissza, a történet végén visszatér. De ez egy eredeti adaptáció, ebbe sokkal több dolga lesz pacsirtának annál, hogy mint hogy felül a vonatra, majd aztán leszáll róla a történet végén. Ugye az egy hét története, egy olyan család, egy olyan szülőpár története, akik egy
pártában ragadt lány, egy csúnya lány szülei, akit elutaztatnak egy hétre tanyára a nagybácsihoz, és közben szépen lassan megpróbálnak, megértjük, hogy ők mindenről lemondtak ezért a lányért, otthon ülnek, nem kivonulnak az életből, és egyszer csak ez így felfénylik, hogy lehetne másképp is élni, lehetne étterembe járni, lehetne színházba járni, lehetne kaszinóba járni, tehát hogy élni egy társasági életet, amiből ők kivonulnak, és ez így felfénylik, ez alatt a hét alatt majd összeomlik az egész, saját hanvába hol. A történetet Kosztolányi őszinte, realista szemmel nézve írta meg, egyfajta aggódással saját szereplői iránt. Mi őt nagyon szeretjük, és ő is... Nem igaz, mi csak hazudoztunk egymásnak, magunknak. Mi nem is szerethetjük őt, hiszen tönkretette az életünket. A korlátok közé szorult szülők tragikus sorsát látva megjelenik a helyi társadalom merevsége, ahol az állandó por és sár árnyalja az egyébként kaszinóval és színházzal is rendelkező vidék képét. Hát szerintem, ha van ebben a történetben tragikum, akkor az a tragikuma, ahogy így benne ragadnak mindebbe, beleragadnak a helyzetükbe, és nincs belőle menekvés. És ez a hét csak még borzasztóbbá teszi azt a felismerést, hogy nincs ebből menekvés. Sem a szeretetből, mert nem tudjuk nem szeretni a gyerekeinket, bármilyenek is, sem a függőségből, sem abból, ahogyan megítéli őket a világ, mert ez is egy nagyon lényeges eleme, hogy Kosztolányi ezt nagyon szépen megrajzolja, ezt a vidéki magyar várost a századfordulón. És nagyon érdekes ez, ahogyan szerintem ilyen értelemben sok áthallás van, hogy mennyire kevés dolog változott, vagy hogy mondjam, az ember elolvassa a Móricz Zsigmond Rokonokját, vagy a Kosztolányi Pacsirtáját, de sok minden más csodálatos remek művet mondhatnék a magyar irodalomból, amik azt mutatják, ahogy nagyon keveset változunk, vagy ugyanúgy gondolkodunk dolgokról. A regény egy sok helyszínes történet, amit filmen könnyebben meg lehet valósítani. Ezt láthattuk is az 1963-ban parádés szereposztás mellett bemutatott filmalkotásban. A színpadi adaptációnál a színpadkép és a játékstílus fog segíteni ennek áthidalásában, árulta el Szikszai Rémus rendező. Gól záporos meccsen szerezte meg 6. bajnoki győzelmét a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttese az MB2 10. fordulójában 6-4-re verte a Gyirmótot. A további eredmények a következők: Budafok-Csákvár 2-1, Ajka-Kazincbarcika 1-1, Kozár-Mislen-Soroksár 1-1, Tatabánya-Mezőkövesd 0-2, Vasas-BVSC-Zugló 2-1, Szeged-Békéscsaba 2-0 és Budapest-Honvéd-Szentlőrinc 0-1. A tabella élén álló Kisvárda vasárnap a második Szentlőrinc otthonában lép pályára. A Kamion Európa bajnokság 2024-es szezonja is Kis Norbert és a Révész Racing dominanciájáról szólt. A pilótának ez volt a 6., a csapatnak pedig a 4. Európa bajnoki sikere. A kontinens bajnok nemrég a Mária Pócsi pályán is megmutatta tehetségét és tudását. Így néz ki egy versenykamion, amelynek alkatrészeit Nyíregyházán és Nyiradonyban gyártják. A kamion, amellyel Európában bárkit le lehet győzni, ha Kis Norbi vezeti a járművet. Mária Pócson nemrég bárki megtapasztalhatta, hogy vezet egy 6-szoros bajnok. Elmondása szerint a siker kulcsa a csapatmunka, hogy olajozott gépezetként tudnak együttműködni és alkalmazkodni. Az idei évünk pedig különösen erős volt. Ráadásul úgy, hogy voltak szabályváltoztatások, de egy pár dolgot át kellett építeni a versenykamionon, amiben nem voltunk 100%-ig biztosak, hogy jó irányba mentünk, hanem ugye ez akkor derült ki, amikor elkezdtünk a többiek ellen versenyezni. És aztán egy nagyon erős sorozattal, ugye sorozatban 11 futamgyőzelemmel nyitottuk a szezont, ami még soha nem történt meg a Kamion Európa bajnokság 40 éves története során, hogy valakinek ilyesmi sikerült volna. Eleve nagyon ritka az, hogy valaki egy hétvégén mind a 4 futamot meg tudja nyerni. Na ezt mi megcsináltuk az első 2 hétvégén, meg még a 3. hétvégének is a 3/4-ét. Vég tudtuk vinni, és ugye a 12. futam volt az első, ahol nem sikerült nyerni, hanem csak dobogóra állni. És ez egy páratlan szezon kezdet volt, tehát azért ez is mutatja azt, hogy milyen ügyesek vagyunk, és milyen jól tudunk együtt dolgozni.
Ezt Mária Pócson is bebizonyították. A technikai szünetekben szervizeltek, így minden jelentkező biztonságban érezhette magát, aki beült Norbi mellé. Még úgy is, hogy a versenypálya több mint egy kilométerén sokszor a 160 km/h sebességet is megközelítette az Európa-bajnok versenyző, aki már több mint 400 versenyen van túl. Ezt a sebességet egy átlagos autóban nem lehetetlen elképzelni, kamionban viszont teljesen másképp érzékeli a vezető és az utasa is. Egy picit más a perspektíva valóban, hiszen az ember sokkal magasabban ül, nagyon ugye a gépnek az elején ül az ember az első tengely fölött, ami miatt egy picit furcsának érezni az autó mozgását, szóval ezeket azért mindenképpen a méreteket szokni kellett, meg az autó mozgását szokni kellett. A motor karakterisztikája is nagyon más, hiszen ugye ez egy nagy köpcentis turbodízel motor, úgyhogy viszonylag alacsony fordulatszámon működik, ott viszont nagyon-nagyon jól. Úgyhogy ez mindenképpen olyas valami volt, amit tanulni kellett. Szóval igen, egy pár ilyen vezetéstechnikai, meg méretbeli dolgot meg kellett szokni. Norbi pont 10 éve, 2014-ben szerezte meg első EB győzelmét, és most a hatodiknak ugyanúgy örült, mint annak. A Mária Pócsi bemutatóját követően pedig hamarosan elkezdik a felkészülést a következő versenyszezonra. A hivatalos 2025-ös versenyprogramot decemberben jelentik majd be, amelyen Norbi szeretne a kamion EB 40 éves történetének legsikeresebb pilótájává válni. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is sokan áldozták életüket 1956-ban a magyar szabadság ügyéért, mondta Sesták Oszkár a vármegyei közgyűlés elnöke Kisvárdán. Összesen 52-en haltak meg a fővárosi harcokban és a forradalmat követő megtorlások során hozott ítéleteket követően. A vármegyei központi megemlékezésen Kisvárdán ünnepi műsorral és koszorúzással tisztelettek 56 hősei előtt. Egyre többen állnak át, vagy használják kiegészítő lehetőségként a klímával való fűtést. Ennek oka, hogy gyakran a gázüzemi fűtéseknél is olcsóbb lehet, emellett nincs káros anyag kibocsátása, és szükség esetén egyszerűen gyorsan beüzemelhető. Közel 160 km/h száguldozott Kis Norbi Mária Pócson. A kamion versenyző idén szerezte meg 6. Európa-bajnoki címét, amelyet, ha a 2025-ös szezonban is meg tud tartani, a legsikeresebb pilótává válik. A pilóta idén is a nyíregyházi Révész Racing színeiben versenyzett, a csapat a 4. csapatbajnoki címet szerezte meg. Október 22-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk majd ismét. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Szerdán változóan felhős idő várható keleten, térségünkben több órás napsütésre számíthatunk. Estére erősen megnövekszik a felhőzet és megélénkülhet az északi-északkeleti szél. Délután a legmagasabb hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.